strand egy ideje megújított biztonsági rendszerrel működik. Milyen tapasztalatokkal zárták az elmúlt időszakot? Igen, sajnos voltak olyan hétvégék, amikor éppen a szerződött biztonsági szolgálat nem tudta fenntartani a rendet, és ennek meg is a következménye, mert a szerződést felbontottam velük, ami mostanában fog lejárni, és kértem más vállalkozástól, más rendezvényszervezésben, biztosításban jártas cégtől olyan embereket, akik mind megjelenésükben, mind határozottságokban eleget tudnak tenni azoknak a követelményeknek, hogy a házi rendet mindenkinek be kell tartani. Én azt gondolom, hogy az elmúlt hétvégéken bizonyították, hogy ezt meg is tudják tenni. Reméljük, hogy a későbbiekben is így lesz. Azt meg nagyon sajnálom, hogy sajnos erre is kell küldeni a városnak sok pénzt, hogy a biztonságot, a nyugodt pihenést megteremtsék a strandon, ahelyett, hogy a normál üzemben mehetne a strand és a medencék használata is zavartalan lehetne. Látogatók részéről érkezett visszajelzés ezzel kapcsolatban? Hát többen jelezték, hogy örülnek annak, hogy látható a biztonsági szolgálatnak az embere, és bizony intézkedéseket is fogalmatosítanak, azokkal szemben eljárnak, akik nem tartják be a házirendet. Ennek én azt gondolom, az a tapasztalatom, jóval többen örültek, mint ahányan jelezték, hogy nem biztos, hogy ezt a módszert kéne választani, hogy egyszerűen a házirendben nem tartókat kitessékelik a strandról. Én meg azt gondolom, hogy a többség, illetve hát azok az emberek, akik békés, nyugodt pihenésre vágynak a családjaikkal a strandon, azok talán egyetértenek abban, hogy ezt meg kellett lépni, mert az a viszont tartatatlan, hogy néhányan nem képesek, nem is akarják betartani a szabályokat. Lassan vége a nyári szezonnak. Milyen tapasztalatokat vontak le a strandfürdő tekintetében ebben az évben? Hát sajnos ugye a Pancsoló medencének a műszaki problémája az, hogy rányomta a bélyegét a szezonra, hiszen nem tudták használni hosszú időn keresztül a gyermekek a medencét. Ez aztán megoldódott ugyan, de hát augusztusra adni már azt gondolom, hogy még ugyan strandidő, de sajnos az első fele a nyárnak az úgy ment el, hogy medence nélkül, a Pancsoló medence nélkül. Azzal együtt egyre több rendezvény, egyre több dolog van a strandon. Nem csak a városi rendezvényeket gondolom egyébként, hanem nagyon sok civil szervezet, magánkezdeményezés, családi rendezvények. Én azt gondolom, hogy kezd élettel telni a strand. Egyre többen, egyre többször gondolnak úgy, hogy jó volna valamit a strandon szervezni, hiszen kellemes a környezet, a higiéniás feltételeket állandóan biztosítjuk, tehát vízvillany, mosdók rendelkezésre állnak, és lehet akár egésznapos, vagy akár többnapos programot is szervezni, hiszen a faházakban még a vendégeket is el tudjuk szállásolni. Új szolgáltatással is bővült az idén a strand, gondolok itt a csónakázó túra. Ez beváltotta el hozzáfűzött reményeket? Én is azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ami hosszabb idő óta már a városiaknak hiányzott, különösen akik már régebben ezt tapasztalták, hogy milyen kellemes. Én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy erre pont úgy kell tekinteni, mint egy üzleti vállalkozás, hogy beszerzek 6 darab vízijárművet, és akkor ezeknek az ára meg fog térülni egy szezonon belül, vagy sem. De ezzel együtt azt kell mondanom, hogy mind az üzemeltetés tapasztalatai, mind pedig a utólagos kontrollinggal azt mondani, hogy a üzletileg, nem is pont ez egy nyereséges vállalkozás, de a közérzetét a lakosságnak, illetve a lehetőségeit, hogy kimenjenek a vízre. Ezt biztosítottuk, és azt mondom, ez fontos kérdés. Úgy kezdtük a beszélgetést, hogy lassan itt a nyár vége. A szabadtéri medencék meddig üzemelhetnek idén? Ez a szokásos rend, hogy szeptember végén állt a strand egy leállással, egy rövid leállással a téli üzemmódra, és akkor zárjuk be a hidegvizes medencéket, és akkor csak a gyógyvizes medencék, az ülőpados és a retro medence áll majd a vendégek rendelkezésére. Kölcsey Ferenc himnusz. Isten áld meg a magyar jókedvvel, bőséggel, nyújts feléje védőkat, ha küzd ellenséggel. Balsós, akit régen tét,
Hozd reá víg esztendőt, megbűnhődte már elé a múltat silvendőt. Kedves diákok, tisztelt szülők és pedagógusok! Szeretettel köszöntök minden résztvevőt a Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola 59. a 2017-18-as tanévet megnyitó ünnepségén. Külön köszöntöm ünnepségünkön az elnökségben helyet foglaló vendégeinket. Engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem kollégánkat, Takács Edit tanítót, aki a nemzeti ünnepünk augusztus 20-a alkalmából a Jász-Nagykun Szolnok megyei pedagógiai díjkitüntetésben részesült, fémjelezve az iskolánkban folyó nevelő-oktató munkát. Ma szeptember 1-e van. Egy különös nap, ami a folyó és a felette átívelő hídhoz hasonlóan elválaszt és összeköt. Helyet, időt, embereket. Az egyik parton a nyár, a szikrázó napsütéssel, a családi nyaralással, táborozással, edzőtáborokkal, a szerethető és vidám múlt. A másik oldalon pedig az újra megtalált iskolatársak, barátok, régi nagytekintélyű pedagógusok. A munkáról szóló időszak, a jövő kezdete. Bízom benne, hogy az itt jelenlévő tanulók sok mindent át tudnak hozni ezen a képzeletbeli hídon, fizikai és lelki erőt, a tudás és a megismerés vágyát. Sajnos voltak diákjaink, akiknek tanulniuk kellett az augusztusi javítóvizsgára, és pótlólag kellett tanúsítani felkészültségüket a folytatásra. Mindezek mellett azért azt gondolom, hogy vidám ez a mai nap, hisz új lehetőségek nyílnak meg előttetek, előttünk az elkövetkezendő 180 tanítási napon, egy remek, összetartó, céltudatos, vidám közösségben, a Hunyadiban. Fontos ez a mai nap az újdonsült elsősöknek, egy új közösség, egy új tanító megismerése, elfogadása a beilleszkedés miatt. Iskolánk a csöndes nyári munkák eredményeként kész a tanév megnyitására, és az előttünk álló feladatok a nevelés, oktatás, magas színvonalú megszervezésére, lebonyolítására. Ezért sokat tettek az iskolánk technikai munkatársai és pedagógusai. E helyről is köszönöm munkájukat. Kedves tanítványaink! A tanévünket rendezett környezetben kezdjük el. A fenntartó, a karcagi tankerületi központ több százezer forintot költött az iskola komfortosítására. Ebben az évben több tanterem festése, meszelése valósult meg, és iskola bútorokat is beszereznek. Kérlek titeket, óvjuk értékeinket, tanítási eszközeinket. Vigyázzatok az iskolára, hisz a ti érdeketekben szépült meg, nem kis összefogással. Tisztelt jelenlévők! A Hunyadi, mondhatjuk, több mint egy iskola. Népszerű programjainak, szakmai innovációjának és a városi kötelezettségének köszönhetően nem küzd beiskolázási problémákkal. A szeptember 1-én induló tanévben 667 gyermek kezdi meg tanulmányait intézményünkben. Az angol-magyar kéttanítási nyelvű, a kézilabda emelt angol program egyedülálló a városban, és ezért rendkívül nagy az érdeklődés. A szülők jobb tájékoztatása és a gyermekek számára az ismerkedés elősegítése érdekében iskolanyitogató programunk keretében angol és kézijobbis foglalkozásokat tartunk már októberi kezdéssel. Emellett az alapkészségek fejlesztésére is hangsúlyt fektető IKT-s osztályokat is szervezünk. Beiskolázásunk sikeres, hisz 4 első osztályt indíthatunk a búcsúzó 3/8 után. A szülők kérésének megfelelően mindhárom telephelyünkön indul képzés. Itt kell köszönetet mondanom a karcagi tankerület vezetésének, hogy biztosították a terven felüli osztály indításának
személyi és tárgyi feltételeit. A város legnagyobb iskolájában 30 tanulócsoportban kezdik meg tanulmányai diákjaink 61 pedagógus, tanító és tanár segítségével. A tantestület szakmailag jól felkészült pedagógusokból áll, és pozitívan beszélhetünk a 100%-os szakos ellátásról. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy én is szeretettel köszöntsem új kollégáinkat a tanévkezdésen. Kedves elsősök! Szeretettel vártunk titeket, sokan már ismerősként jöttetek ma, hisz az iskolakóstoló és iskolanyitogató programunkon már részt vettetek, megismerve az iskola épületeit, a kedves tanítónéniket. Forduljatok hozzájuk bizalommal, hisz ők is nagy szeretettel, türelemmel, kedvességgel bánnak veletek, legalább úgy, mint a búcsúzó óvónénik. Ők lesznek azok, akik a tanulás folyamatába, a közösség programjaiba bevezetnek titeket. Mindannyian azon lesznek, hogy jól érezzétek magatokat azon a sok programon, érdekes tanórán, melyet a tantestület állított össze erre a tanévre is. Ezek alapján biztosan tudom, hogy nem csak az első nap tértek haza élményekkel gazdagon a Hunyadiból. Tisztelt Hunyadis közösség! Iskolánk szakmailag felkészült a korszerű ismeretek átadására, a tehetségek gondozására, a hátrányokkal küzdők fejlesztésére. Bízom benne, hogy a közeljövőben megvalósuló fejlesztések tovább erősítik a közel 60 éves intézményt, melynek eredményeként a szülők és a tanulók elégedettsége is tovább nő. Tisztelt jelenlévők! Remélem beszéd alatt mindannyian átértünk azon a képzeletbeli hídon. Befejezésül mindenkinek jó tanulást, élménnyel teli programokat, derűs közérzetet kívánva ezen a vidám, napsütéses napon a 2017-2018-as tanévet megnyitom. Nagy megtiszteltetés intézményünk számára is, hogy Takács Edit kolléganőnk megyei pedagógiai díjat kapott. Felkérem Szécsi Pál igazgató urat, hogy köszöntse a kolléganőt az alkalomból. Az utcák gyerekektől népesek, valahogyan még a nap is szebben ragyog, fényesebb. Izgatottan várt a napra minden kezdő kisdiák, az iskola előttük is kitárnyom a kapuját. Hosszú
nagy vakáció, már csak emlék árom, szép volt jól, s hogy eltelt, kicsit még sajnálom, mint egy nyüzsgő hangyaboly, olyan lett az osztály, s csupa keret és ebből állunk, hát te hol nyaralt? Szép volt a vakáció, mint egy színes álom, de hogy eltelt, oly nagyon, most már nem is bánom. Riadó, riadó, itt a suli híradó, mindent rám kiadó. Felmérés lesz. Rettenetes. Tolba mondás. Félelmetes. Nagy dolgozat. Bácsi, kérem szépen, inkább majd a jövő héten, és majd akkor is megkérem, hogy inkább a jövő héten. A felmérés olyan holmi, nem szabad azt elkapkodni. Szovány az egyes, nem szeret enni, ne akar sose a barátja lenni. Kettes hang is hívogat téged, te rá se ügyelj, bajt okoz néked. A háma sem szép, két gőbe pupja, bizonyítványa, de elcsúfítja. A négyes kedves szelíd kis jószág, nem csap be téged, hűséges hozzá. Mégis az ötös válasz a társnak, örömöt szerzel édesanyádnak. Kicsi gyermek, és kalánkban szépen köszöntelek. Itt az idő, kicsi gyermek, vedd magadhoz tollat könyve. Ne félj, és ne ijedj meg, a tanítók nem esznek meg. Este nézd meg a meséidet, holnapra készítsd elő a könyveidet. Reggelente korán kell az iskolába tanulj szépen. Tanulj szépen játékosan, vedd elő, felőd gyarapos
okosan. Kis játékod elhozhatod, de ígérd meg, órá nem mutogatod. Tanulj szépen kitartással, bírj az írás olvasással. Az idő múlását észre sem veszed, de már tudod számolni a tízeseket. Itt állunk most újra, diáktársak együtt, kézen fogva kísér a nyár éze még. Szünetünk a végéhez ért, a szeptembert köszöntjük, kíváncsian állunk elé, hát hajrá új tanév! Tanároknak százai készen állnak újra hát, szárnyuk alá kerül megint a sok csintalan diák. Tudás szerző csatánk most veszi kezdetét, büszkén szembenézünk, s várakozva állunk, biztassuk csak bátran hát, hajrá új tanév! Egy feladatot van itt, egy feladatot, hogy velünk jóba légy, hogy érezd magad itt jól, meglásd, mi remekül meg leszünk. Egy feladatot légy mi, fő feladatot, ott adod megtalált, bár az, amit van, az ősz hamarosan indul az iskola, ilyenkor a közlekedésben is jobban oda kell figyelni. Egyik láthatósága ennek a közlekedési jelek felfestése. Ez is elkezdődött Törökszent Miklóson. Mit kell erről tudni? Hát a város kezelésében levő utaknak a burkolatai jeleit a szokásos rendszerint a kommunális Kft. Szakemberei javítják a festést, újítják meg. Ez minden évben az elhasználódás természetes kopás miatt eleve szükséges, másrészt pedig pont ugye, ahogy itt szóba került az iskola kezdés, ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a gyalog átkelő helyek azokat a helyeket jól láthatóvá, mindenkinek érzékelhetővé kell tenni, ahol különösen, ahol gyermek is közlekednek, meg egyáltalán a közlekedés feltételeit biztosítják, hiszen számos olyan hely van a városban, ahol
nem a gyalogátkelő hely, hanem éppen a vonalak, a nyilak, a közlekedőknek irányt adó jelzések felújítása fontos a biztonságos közlekedésért, különösen ugye az őszi időszakban a látásviszonyok is rosszabbak, így az útburkolati jeleknek a láthatósága, jelentősége is megnövekszik. Milyen utak kerülnek, milyen útburkolati jelek kerülnek felújításra? Tehát melyek azok az utak, amelyeken megújulnak ezek a jelek? Hát ahogy említettem, azokról van csak szó, amelyek a mi kezelésünkben vannak. Hát ez nem jelenti a város összes útját természetesen. Itt gyakorlatilag azokon a utakban, különösebben a keringetek kereszteződésekben, ahol gyalogátkelőhelyek, illetve a közlekedést irányító sávelválasztó, illetve a stópvonalak vannak, azokat újítjuk fel, valamint olyan átkelőhelyeken is, ahol a gyalogátkelőhely jelzése a város kezelésében levő utakon folyik.